Sajnos nincs olyan nap hova tovább, hogy valamelyik vezető nyugati hatalom, avagy nyugati hatalmak, nyugati országok csoportjai ne jelentenének be valamilyen újabb szankciót, vagy újabb szankciók szándékát Oroszországgal szemben. Ez jelzi azt, hogy a Putyin által működtetett orosz rezsim hajthatatlan azokban az alapkérdésekben, amelyek nyomán az európai és NATO szövetségesek szeretnek visszaállítani a jog uralmát az ukrán térségben is. Minden nyugat-európai ország, minden európai uniós tagország tisztában van azzal, hogy ezek a szankciók fájdalmasak. Nyilvánvalóan nem csak az orosz érintetteknek fájhat. Az érintettek alatt értem azt a megközelítést, hogy nem az orosz népet, hanem egyes orosz politikusokat kívánjuk büntetni. Nos, tehát bár nekünk is fáj, de ez az ár, amit most a szankciók révén megfizetünk, ez jóval kisebb, mint egy jövőbeni nagy ár. Nyilvánvalóan az is tud fájni az európai szövetségeseknek, hogyha Oroszország viszont szankciókkal él, ám úgy gondoljuk, hogy ebben a küzdelemben Európának, mint a világ legerősebb gazdasági csoportosulásának jóval erősebb kártyái vannak, mint az orosz félnek. Az ok, ami miatt ennyire kemény az európai fellépés, amit a Magyar Szocialista Párt is támogat, az az, hogy a II. Világháború óta először fordult elő, hogy az európai, illetve az eurázsiai térségben egy hatalom, egy másik ország határait erőszakkal változtatta meg. Ezt az erőszakot semmi szín alatt nem tudjuk elfogadni, és semmiféleképpen nem akarjuk, hogy bármiféle engedékenységgel az orosz fél vérszemet kapjon, és esetleg további lépéseket tegyen hasonló irányba. Itt mutatkozik meg az a pont, amikor Magyarországnak is szint kell valani, hogy hová. Putyin keleti Orbán Viktor keleti nyitása, ha szabad úgy fogalmazni, a putyini, vagy a mi szemszögünkből nézve a paksi útra való rálépéssel, lényegében bátorítást ad az orosz diktátornak. Bátorítást ad, amelyben azt jelzi, hogy igen, mindennek ellenére Putyinnak mozgásteret biztosít az európai határain belül Orbán Viktor. Ez az, amit mi a magunk részéről és európai szövetségeseink részéről megengedhetetlennek tartunk, ha valaha most van igazi szükség egy nagyon szoros összefogásra az Európai Unió tagországain belül, és jelzem, ez nem csak a Magyar Szocialista Párt és testvérpártjainak álláspontja az Európai Unión belül, hanem ezt az álláspontot lényegében minden európai demokratikus párt osztja, kivéve az Orbán Viktor vezette Fideszt. A putyini politika mellett lecövekelő Orbán Viktor 180 fokkal megy szembe a magyar nemzeti érdekekkel. Orbán Viktor keleti nyitása és Orbán Viktor Oroszországgal, a putyini Oroszországgal való szövetségesi gyakorlata lényegében Magyarországot, a magyar kormányt akarva akaratlan, de szembefordította a szomszédság politikai érdekeinkkel. Nem szabad elfelejteni, hogy Ukrajna a Magyarországgal szomszédos ország, és a magyar érdekek szempontjából nem lehet nagyobb tételt említeni, mint azt az igényünket, hogy szomszédainknál, így Ukrajnában is béke legyen. Az, hogy Orbán Viktor Putyinnal együtt az Ukrajnában zajló konfliktus kiszélesítését szolgálja, ez 100%-ban egyértelműen szembe megy Magyarország rövid, közép és hosszú távú nemzeti érdekeivel. Az okok között,
lejjük azt is, aminek már van valamelyes belpolitikai vonzata. Bálványos. Mert ez is egy színvallás volt. Orbán eddig de facto diktátorként viselkedett, és most bálványosan de jure is bejelentkezett diktátornak. A magyar nép, a magyar nemzet, Magyarország lakóinak felelőssége innentől kezdve az, hogy elkergesse diktátorát. Én a magam részéről egyébként utolsó esetben használom azokat a szavakat, amelyben Orbán Viktort bármire is felszólítom. Innentől kezdve viszont azon fogok dolgozni, hogy minél jobban felnyithassam hazám lakóinak szemét, és részese lehessek ennek a diktátornak az elzavarásában. Orbán Viktornak egyetlen mondatban van igaza, bármi megtörténhet. És senki ne tévedjen. Rákosi Mátyás idején is csilingeltek a villamosok, zöldeltek a fák, és volt mozi. Ez ne homályosítsa senkinek a szemét. Magyarországot meg kell menteni attól, hogy az orbáni diktatúra áldozatává váljon, és ugyanúgy Európát meg kell menteni attól, hogy a putyini diktatúra bármilyen fokú áldozata vagy sértetje legyen. És Ukrajnát is meg kell menteni attól, hogy bárki által manipuláltan, hosszú távon egyféle polgárháborúban álljon saját magával, vagy akár szomszédaival. Úgyhogy a Magyar Szocialista Párt részéről mindenféleképpen a mi hamarabbi békés rendezésben vagyunk érdekeltek, és a szükséges árat Európa kész megfizetni a szankciók révén, a hosszú távú béke árát most olcsóbban tudjuk megfizetni, mint később, amint láttuk, már egyszer-kétszer ezen a kontinensen.